Négy kiállítás összevont megnyitójára került sor a kastélyban, a Patara rendezvényének részeként. Így a téma nem is lehetett más, mint a török kor, a 15-16. Század. A hadtörténet, a hadsereg, a fegyver állt a kiállítások középpontjában. 8. alkalommal kezdődött el a Patara, így a története a fényképeken szintén a kiállítás részét képezi. Megkértük Hozák Ferenc urat, hogy aki végig dokumentálta ezt a teljes 7 évet, hogy az ő fotóiból esetleg nem készíthetnénk egy kiállítást, nem titkolt céllal természetesen azzal is, hogy a közönség által készített fotókra így felhívjuk a figyelmet, tehát a következő egységekben már külsősök által benyújtott fotókból szeretnénk egy ilyen pataratörténeti kiállítást rendezni. Értelemszerűen ehhez kapcsolódott az is, hogy ez nagyon jó háttéranyag magához a hadtörténeti kiállításhoz is, mivel pünkösdre esik magának a fesztiválnak a megrendezése, ezért próbáltunk kiállítással is megemlékezni róla, vagy kapcsolódni az ünnepi hangulathoz, és ezért a tábori lelkészek történetéről szóló kiállítást is rendeztünk, aminek a fő támogatója természetesen a Klapka lövészdandár volt, és az ő szervezésükben valósulhatott meg ez a tulajdonképpen a tábori püspökség által készített vándorkiállítás. Ez egy éppen az utazó katonáknak a ládáját megihlető tárlókban elhelyezett csodaszép anyagot tartalmaz, és rendkívül érdekes anyagot is ezt hozzá kell, hogy tegyem. A kastély földszintjén a Vértesi Erdő ZRT erdővel, erdészettel kapcsolatos kiállítással mutatkozott be. A Vértesi Erdő ZRT támogatásával szeretnénk mindig azt a környezetet bemutatni, ami, hát én régész vagyok, és ki kell, hogy mondjam, hogy ami lehetővé tette, hogy az ember megjelenése óta ezzel a tájékon folyamatos az élet. Ez biztos, hogy a természetföldrajzi környezetnek köszönhető, de az, hogy a Tatai vár hova épült, hogy merre vezetnek a hadiutak, az is mind-mind a stratégiai pontok, mind-mind ennek a környezetnek köszönhetőek, és hát ugye természetesen tudjuk, hogy ez a megélhetési forrásunk, és ezért ők minden évben az ő segítségükkel tudunk egy ilyen kiállítást rendezni, erre az idén is alkalmunk nyílt, mellette pedig éppen a fa feldolgozó mesterségekből egy felidéző tablókiállítást készítettünk. Idén a fegyvereké az elsőség, hiszen ma élő fegyverkovács és magángyűjtő is bemutathatta legszebb darabjait most először kiállítás keretében. Valószínűleg a romantikus lelkem juttatott el idáig, a lovak, meg a történelem, és akkor a régi fegyverek. Azon kívül egy konkrét lökete volt a dolognak, hogy az első kardomat azt a saját nagyapámtól kaptam, aki az első világháborúban tizedőrmesterként szolgált Isonzónál. Ez volt az első a gyűjteménybe, aztán hát gazdagodott folyamatosan. Egy törött pengéjű szabjára vagyok a legbüszkébb, ugyanis az Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelemnek volt személyesen a kardja. És benne van a pengében a portréja, a címerek és mindaz, ami hitelesíti. A kiállítások a Patara alatt látogathatók az Eszterházi kastélyban.